Remekül teljesítettek az oroszlányi fiatalok az idei junior országos súlyemelő bajnokságon. A 15 éves serdülő Zolnai Lénárd 10 kg-mal megjavította egyéni csúcsát. A lökésben elért 109 kg-mal új országos serdülő csúcsot állított fel. A 16 éves ifjúsági sikos Dávid a 102 kg-os súlycsoportban harmadik helyezést ért el. A 18 éves junior Szalai Lili szintén megjavította saját országos csúcsait lökésben és összetettben is. Eredmény a felnőtteknél is országos csúcs. Úgy gondolom, egész jól fel tudtam készülni a versenyre, viszont egy kicsit többet vártam volna magamtól, de örülök, hogy összejött ez a két országos csúcs. Lökésben megpróbáltam a 110 kilót, ami ugye újabb országos csúcs lett volna, de sajnos nem sikerült. Napi kétszer szoktam edzeni, ugye reggel, olyankor kisebb edzés van, olyan egy órás körülbelül, vagy másfél, és akkor délután pedig 3 órás edzést szoktunk csinálni. Az ifjúsági Mikkel Esztert az utolsó pillanatban nem lehetett indítani pozitív vírustesztje miatt. Az U17-es ifjúsági súlyemelő EB 7. helyezett, hétvégén már az Adriakupán bizonyíthat. 5 éve kezdtem el súlyt emelni, és hát én úgy voltam, hogy szeretnék sportolni valamit, és ez úgy jött, ez a súlyemelés. A társaságot is nagyon szeretem, és ez a mozgás, hogy ennyit mozoghatok, és hogy az erő, hogy kiélhetem magam. Az ifjúsági Európa-bajnokságon voltam, ott 7. lettem, és most pedig a hétvégén Szlovéniában lesz egy verseny, most oda készülök. Legalább annyit szeretnék emelni, mint az Európa-bajnokságon, de ha több, az se baj. A jövőre junior leszek, és ott Európa-bajnokságon is szeretnék szép eredményeket elérni. Edzőjük Bagócs János maximálisan elégedett a fiatalok teljesítményével, akik gőzerővel készülnek a következő megmérettetéseikre. Az ifjúsági a magyar bajnokság lesz a következő hónap 9-10-én Nyíregyházán. És azon is 3 versenyző fog indulni, többek közt a Eszti is, a Lénárt, meg a Sikos Dávid. Dávid az most a junior magyar bajnokságon 3. volt. Ő is még ifjúsági, ugyanúgy, mint az Eszti. Tehát ez azt jelenti, hogy 16 éves, Eszter 17, a Lénárd pedig 15 éves. És 15 évesen a 20 évesek között ugye nyert a Lénárd például.